Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Mindig vannak kedvezmények, jelenleg a Valentin napi kedvezmény, ez egy szerelmi jóslás, vagy asztrológiával, vagy gyertyamágiával, vagy egy mediális üzenettel 6000 forintért. Mielőtt megnéznénk azt, hogy mit mutatnak a kártyák, mondanék valamit, ami az asztrológiát illeti. Ez a felvétel február 10-én jelenik meg, és ezen a napon van egy kapcsolat Jupiter bolygó és Merkur bolygó között, sajnos ez a kapcsolat nem jó. Ezek lehetnek félreértések, viták, veszekedések, igazságtalanságok, és ez a nap nem alkalmas arra, hogy aláírj egy szerződést. Vagy lehetnek nehézségek, viták egy bírósági ügynél is. Uránusz bolygó az jelenti a változásokat, és besugározza mindkét kármikus holdcsomót. Az egyik holdcsomót Kétúnak nevezzük, ez a lefele mozgó kármikus csomó, és utal a múltra. Ez a kapcsolat Uránusz és Kétú között kivált félelmeket, bizonytalanságokat, hiszen vannak ilyen emlékek a múltból. Viszont Uránusz bolygó egy jó kapcsolatban van a másik holdcsomóval, Ráhúval, ami jelenti a jövőt. Tehát ez egy jó időpont most valami újat kezdeni. Legyetek bátrak, vágjatok ebbe bele. De mivel Merkur bolygó nincs most jó hatással, hiszen félreértésekhez vezetett, talán jó lenne az, ha nem beszélnél másoknak most a terveidről. És felteszem újra az első kérdést, mi az ő gondolata, mit tervez, ami itt felül látható. Itt egy pár vagytok, a király és a királynő. Odafigyeltek egymásra. Sőt, mindketten a tűz elemét szimbolizáljátok. Itt azért kicsit óvatosnak kell lenni, hiszen a tűz eleme hajlamos arra, hogy gyorsan cselekedjen, néha meggondolatlanul, és nem szabad türelmetlennek lenni. Ez lehet a hátrány. Ami előny, a tűz eleménél a bátorság, a lelkesedés és a szenvedélyek. Itt odafigyeltek egymásra, itt meg lesz a bátorság, lesznek szenvedélyek. És a második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható ez a lovas férfi, de állarcot visel, nem tudjuk, hogy ki ez a férfi, nem tudjuk, hogy mit akar. Ez lehet az ő mozgása, hogy ő bizonytalan, hiszen nem tudja azt, hogyha jön hozzád, hogy hogyan reagálsz erre. Vagy ő még állarcot visel, nem mondja ki konkrétan azt, hogy mit akar. De ez a lovas férfi lehet egy másik férfi is, és mivel itt veszteségről, félelmekről van szó, fél attól, hogy van valaki a környezetedben, közeledik hozzád, fél attól, hogy elveszít téged. Ez a kép nagyon érdekes, hiszen ez lehet veszteség, de lehet nyeremény is. Attól függ,
attól függően, hogy hova tekintünk, illetve hogy ő most hogyan érzi magát. Ha szomorú, ha félelmei vannak, akkor nincs jól, hiszen fél attól, hogy elveszít téged, fél attól, hogy kiadások lesznek, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, hiszen itt az érmeknél gyakran anyagiakról vagy munkáról van szó. Persze lehet belső érték is, hiszen vannak elvárásai, hogy te értékeld őt, dicsért őt. Viszont, ha ő felfedezi a háttérben ezt a szent képet, akkor megvan a bizalom. Ha át tudja tenni magát a félelmeken, bizonytalanságokon, akkor érzi azt, hogy itt ki lehet építeni valamit, itt lesznek sikerek, lesz nyereség, te is vonzódsz hozzá, megkapja részedről az elismerést. Mit fog tenni? Itt látható egy új kezdet, hiszen a 10-es szám jelent egy új periódust. De kezdetben itt még vannak nehézségek, sok mindent kell cipelni, vagy sok a munka, kevés az idő, vagy vannak még nehézségek, korlátozások, ami itt is látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a kelyhek körül vesznek téged, és utalnak az érzelmeidre. De 9 van ebből a kehelyből, és a 9-es szám jelenti a korlátozásokat. Az olyan, mint egy kerítés, amikor úgy érzed, elérkeztél a kerítésig, és nem tudod, hogy mi van a kerítés mögött, nem tudod, hogyan tovább, ilyen feszült a helyzet, de látható, hogy a 9-es szám átalakul a 10-es számra, akkor is, ha itt még vannak nehézségek, mert sokat kell itt cipelni, bizonyos dolgokat el kell engedni, ezek lehetnek a félelmek is, akkor itt lesz egy új irány, lesz egy új kezdet. Mi fűz össze benneteket? Itt ez a magyar kártya látható középen, amit a férjem készített. Itt a rovás írásról van szó, és az jelent egy betűt. Ez a szimbólum, ez a régi betű, és jelenleg ez az A betűt jelenti. Most elgondolkozhatsz azon, mit jelent számodra ez a betű. Ez lehet valakinek a neve, Antal például, vagy lehet egy helység is, Agár. Vagy lehet egy fogalom, az van, ami van. Így kell nézni a dolgokat, hogy nálad mit jelent az A betű, azt leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. És a régi betű az így volt írva, A betűt jelentett, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Számomra azt jelenti, hogy ez a vonal itt, ez az egyenes vonal jelenti az életutat, vagy a tiédet, vagy az övét. Ez lehet egy közös életút is. Itt van közeledés, itt kiléptek valamilyen helyzetből, eljuttok idáig, és utána visszatértek az eredeti helyzetbe. Ez lehet a te visszahúzódásod, vagy az övé, az is lehet, hogy mindkettő, a csendre, a nyugalomra vágytok, és ezért vagytok így visszahúzódóak. A germánoknál vannak az úgynevezett rúnák, és van hasonlóság így a szimbólumok között. Itt ez a rúna, szimbólum, ugyanaz, mint itt. És ez a kártya, ez a rúna jelenti a nőies és a férfias energiát, a közeledést, kéz a kézben, jelenti a párkapcsolatot. Hogy te hogy látod a képeket, nyugodtan leírhatod a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, akkor lájkolhatod, vagy jelentkezz fel a csatornámra, ennek is nagyon örülnék, és hálásan köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!